privátbankár.hu. Pénzügyek okosan. A Magyar Posta átalakuláson megy át. Mi ennek a lényege, milyen irányba indul el a postai szolgáltatások köre? A postai szolgáltatások átalakítására, amikor döntöttünk, több irányot határoztunk meg számukra. Az egyik az az volt, hogy logisztika, csomagküldés területen alakítsák át úgy a rendszert, amivel adott esetben a szabadpiacon megjelenő piaci szereplőkkel tudjanak konkurálni, és ne veszítsenek területet, hanem magukhoz vonzanak minél nagyobb tömegeket, hiszen ugye itt az internetes vásárlásokhoz kapcsolatban ennek nagyon komoly jelentősége van. Ez egy nagyon fontos vonal. A következő az a pénzforgalmi szolgáltatások. Úgy gondoljuk, hogy az a hálózat, amivel a Magyar Posta rendelkezik országosan, és az az elképzelés, hogy létrehozunk egy olyan pénzügyi szolgáltatási rendszert, amiben egyébként a takarékszövetkezetek is beletartoznak, hogy az ország bármely pontján azonos minőségű és jellegű szolgáltatások igénybe vehetők legyenek, ez már ebben nagyon fontos szerepe lehet a postának. Nyilván alap konstrukciókkal kell elindulnunk, aztán meglátjuk, hogy itt a fejlődés során hova tudunk elmenni. Ennek a befektetési jegyek, a különböző megtakarítási formák, amelyek ma elérhetők már a postának, az első állomását jelenti. Jelentős állomásnak tekintem egyébként azt is, amit most itt a vezérigazgató úr elmondott, hogy személyi kölcsönnel is el fogunk indulni. Az látszik, hogy az emberek bíznak a postában, amikor elkezdtek például állampapírokat, befektetési jegyeket forgalmazni, nagyon gyorsan komoly állományra tett szert. Nyilvánvalóan azért a Magyar Posta a mai időkben az, hogy bízni és nem bízni egy befektetési szolgáltatóban, hát ez egy elég komoly kérdéssé lépett elő. Tehát ez egy olyan irányvonal, amit meg kell erősíteni. Én azt gondolom, hogy ugye a csekkről, csekkbefizetésekről, illetve az ehhez kapcsolódó forgalom a fenntartása, az megtartása, azt én inkább a tradicionális tevékenységek körébe sorálnám. Itt is nyilvánvalóan lépni kell és tenni kell. A csekk az, ami jól láthatóan a mai napig egy igényelt, elvárt szolgáltatás a lakosság részéről, és ugye ez, amit ma bejelentettünk, ezzel a POS terminál cseréhez kapcsolódó költségcsökkentéssel, azt gondolom, hogy ez nagy valószínűséggel népszerűségnek fog örvendeni a lakosság környékén. Privátbankár.hu. Pénzügyek okosan.